komoly vészjelzést küldött a Természetvédelmi Világalap legújabb jelentésében. Eszerint ugyanis a világon élő gerinces állatok populációja 60%-kal csökkent 1970 óta. Ennek oka egyértelműen az emberi tevékenység, amely elpusztítja a természetes élőhelyeket a szárazföldön és a vizeken egyaránt. A természetvédők nemzetközi fellépést sürgetnek a példátlan természeti válsághelyzet miatt. Ez ugyanis már a szakemberek szerint veszélyezteti a világgazdaságot, sőt az egész emberiséget. Az elmúlt 50 évben a mezőgazdasági tevékenység terjeszkedése és a természeti erőforrások túlzott kihasználása számos ökoszisztémát taszított az összeomlás szélére.